Sziasztok! Újra itt az Egri Jam ifjúsági magazin műsorunk. Hogyha már megérkezett a jó idő, akkor mi mással foglalkoznánk, mint a nyári programokkal és nyári vakációkkal, állandó beszélgető partnereimmel, akik már szintúgy itt vannak velem a stúdióban. Sziasztok! Schminderer Dániel, Farkas Anna és Sasi Kira. Sziasztok! Szia! Van egy nagyon, hát szerintem egyértelmű kérdésem, vártátok már a nyarat? Hát szerintem igen, ez elég egyértelmű. Végre egy igazán testezálló téma a nyári szünet, amiről gondolkodás nélkül igazából lehet beszélni szabadon. Hát nagyon, de szerintem nincs olyan gyerek, vagy diák, vagy akár felnőtt, aki nyáron a szabadságát tölti, aki ne várná, szerintem. Mondjuk kicsit más egyébként, ugye nyilván, ugye, akik iskolába járnak, meg aztán akik dolgoznak, szerintem majd nektek is ez fog hiányozni a legjobban, illetve hogy meg kell szokni azt, hogy ugye nincs egy nyári szünet konkrétan, hanem csak ugye nyilván. De nyári munkát azért lehet vállalni, viszont ebben még nem megyünk bele, hanem inkább beszéltek kicsit arról, hogy lányok ti is, hogy hogyan vártátok a nyarat, illetve a pihenést. Szerintem azért ugye hosszú az a 10 hónap, amit az iskolába kell tölteni. Jó, vannak kisebb szünetek, de hát akkor is szerintem egy kicsit megterhelő ez az egész. És szerintem mindenki azt várja, hogy legyen ez a 2,5-3 hónap, ami a pihenésről, a szabadságról szól. Tehát akkor ténylegesen a kikapcsolódásról, feltöltődésről, tehát akkor ti tényleg így is töltitek a nyarat egyébként? Tehát nem, hogy akkor az tényleg egészen feltöltődés legyen, nem? Ugye nekem vannak az edzések, ugyanúgy nyáron, nyári munka, ugye, amit mondtál, hogy én is dolgozni fogok most nyáron, ugye, hogy legyen pénzem, abból el tudjak menni szórakozni, és hogy ne a szüleim finanszírozzák. Tehát én is várom a nyarat, természetesen, majd egy hét múlva. És azt lehet tudni egyébként, hogy mit fogsz nyári munkában dolgozni? Hát, kettő lesz, vagyis két dolog lesz, az egyik még nem biztos, de a másik, hogy apukám trafikjába fog dolgozni. Uh-huh. És akkor ott kicsit besegítesz akkor ezek szerint. De szerintem sokan vannak így, akik inkább vállalnak nyári munkát, persze, és akkor úgy töltik el a szabadidőt. Nem tudom, valahogy szerintem nektek is jobb érzés ez, amikor tényleg az ember magának keresi meg ezt a kis betevőjét, és akkor ezt úgy osztja be. Én már többször is voltam, ugye, tehát tavaly pont nem csináltam semmit, de két éve, meg azelőtt dolgoztam, és azt tapasztaltam, hogy nehezebben is megy el a pénz. Tehát ugye te dolgoztál meg érte, és hogy tehát a szülők ugye nyilván ezért adják ki nehezen a pénzt a kezükből. Te meg ugye nyilván elköltöd nagyon jól, de hogyha megdolgozol érte, és meggondolod, hogy mire költöd el, nyilván abban meg bulizni, meg, de azért kicsit mérsékelni kell, hogy mire költi. Tehát valahogy jobban értékeli az ember akkor már, amikor tudja, hogy na mondjuk ez a valami, amit megveszek, ezért mennyit dolgoztam. Tehát, hogy így ilyen kiszámításban. De hogy még nem most feltétlenül a munkáról beszéljünk csak, nektek mit jelent az igazi feltöltődés, az igazi kikapcsolódás? Ez most kifejezetten így a nyára vonatkoztatva. Hát, én bocsánat. Nálam például az, hogy mindig ugye így utazgatok mindenfelé, és én nagyon szeretem azt, hogy különböző helyeket megnézhetek, új helyeken járhatok, külföldön esetleg. Úgyhogy nálam erről szól a nyár. Tehát nálam nem de igazán... De neked évközben is erről szól. Jó, az más, de több lehetőség van nyáron. Tehát akkor több helyre is. Vannak olyan helyek egyébként, amelyek így a szíved csücske, és akkor ott azért mindig jó? Hát tavaly voltam először Horvátországba, Splitbe. Az nagyon-nagyon jó volt, és oda szeretnék idén is visszamenni. Meg Görögország, amit nagyon-nagyon szeretek. Ez a két hely, ami ahova mindig visszatérek, úgymond. Milyen? Anna, neked kikapcsolódás? Fekszek kint. Napozol. És napozok. És nem gondolok semmire. Nekem ez a kikapcsolódás. Én nem szeretek amúgy túlságosan így, vagy szeretek járkálni mindenhova. Tehát, hogy jó érzés, hogy kimegyek külföldre, meg ott csak úgy elléblecolok, költem a pénzt, milyen jó, meg milyen jól megy, de inkább az, hogy otthon kifekszek, és senki nincs körülöttem, csend van, a madarak csiripelnek, ez az álomkép. Tehát nekem ez az igazi pihenés, feltöltődés. Ugye, mert egyébként jó is, hogy ezt említetted, mert ezért nagyon sokan nem tehetik meg azt, hogy most különböző utakra menjenek ide-oda-amoda, tehát akár így külföldre is, de azért meg lehet találni azt is, tehát itt helyben, ami tényleges kikapcsolódást jelent, mint például kint a kertben, amikor tényleg nem zavar senki, akkor napozni egyet, de még például mi lehet ilyen itt a helyben? Tisza.
Meg Magyarországon is vannak olyan helyek, ahol ki lehet kapcsolódni. Persze, szerintem nem feltétlenül kell külföldre menni. Strand, tó, folyók. Tehát azért... mindenképpen vízhez. Hát igen, ezért, tehát igen. Annyira melegek a napok, tehát már most is így nyár legelején, de már tavasszal is, hogy mindenképpen az ember vágyik a vízhez, vagy a vízparthoz, és hát nyilván könnyebben is ki lehet ott bírni, mint hogy most otthon ülök a klimatizált szobába, azért jobb egy kicsit víz. Mert nálunk vízkizál. Például ugye, akik így szerintem mind a hárman elmondhatjuk, hogy ugye így városban lakunk, meg távol úgymond az ilyen nagyobb vízpartoktól, és jó, ott lehet, hogy más, aki például a Tisza mellett lakik, annak tehát mindennapos dolog, de szerintem nekünk így nagy szó, hogy le tudunk jutni ott pihenni, szórakozni. Lógatni a lábunkat. Igen. A hideg vízbe, a nagy melegbe. Igen, azért ez jól esik az embernek. Nem tudom, hogy emlékeztek, ugye pont említetted azt, hogy nem vagytok vízpart mellett, csak eszembe jutott egy ilyen régi gyermekkori emlékem, ugye saját tapasztalatból, ugye mi sem vízpart mellett laktunk, és akkor, hogy hogyan töltöttük el a gyerekkorunkat. Tehát emlékeztek valami olyan nyári kikapcsolódásra, játékra, vagy bármi ilyesmire, amikor így pótoltátok a vizet, vagy nem tudom, valami hasonlóra? Nekem ugye, tehát én, nekem föl kell a víz, mert én hozzá is vagyok szokva mindennapos edzések miatt, de hát nekem az úszoda volt, még, tehát hogy mióta úszni tudok, azóta az úszodába töltöttem a nyaraimat, tehát a nyitott úszoda, ami sajnos most már nincsen, de hát jó, na. Egy kikapcsolódás, igen, az is. Tehát az jó, is valamelyes feltöltődés egyébként, hogyha az ember ugyebár azt csinálja nyilván, amit szeret, és akkor attól is feltöltődik pluszba, meg ugye nyilván nincsen iskola, akkor még az egy ilyen könnyebbség, hogy nem annyira kötött ez nem a dolog. Nem vagyok feszült, hogy mit kell tanulni másnapra. Vagy mit kell csinálni. Hát igen. Megalhatunk délig. Végre. Lehet. Na, de egyébként itt arra értettem egyébként, hogy pótolni ezt a vizet, nyilván neked így az edzések kapcsán ez annyira nem működik, de én például emlékszem gyerekkoromból, hogy mi hárman voltunk testvérek, de hát mindig ugye szomszédokkal és mindenkivel így összejártunk, és akkor, mint kisgyerekek, és akkor fecskendőket, vízipisztolyokat már megtöltöttünk vízzel, és akkor, hogyha nem jutottunk el a strandra, vagy vízpart mellé, vagy akárhova, akkor így ilyen módon mi pótoltuk. Mi ezt megoldottuk a slaggal. Illatósan kis pancsi medence volt nekünk. És nagyon-nagyon élveztük. Nem tudom, miért nem mentünk ki a strandra, szerintem sokkal egyszerűbb lett volna, meg a víz is felforrósodott, de nagyon jó volt. De tehát látod, hogy emlékszel igen, rá? Igen, persze, akkor... de ez nagyon kicsi koromban, tehát amikor még belefértem a kis felforrósodatében. Most is meg lehet próbálni. A fél lábad belefér. Egy kicsit hűsölni. Hát így van, azért nagyon fontos az, hogy az ember feltöltődjön ilyenkor nyáron. Én azt tapasztalom egyébként, még saját magamon is, tehát ahogy így egyre jobban jobb lesz az idő, tehát egyre jobban jön a meleg, meg mindenkit látunk az utcákon, tehát jönnek, mennek, kikapcsolódnak, tehát az ember valamelyes kicsit így felszabadul. Még akkor is, hogyha dolgozik, vagy akkor is, hogyha esetleg még tart az iskola is, tehát valahogy jobb a kedve, egy kicsit mindenki így kivirul. Ti mit tapasztaltok? Ez az időjárástól is függ azért, tehát hogy ugye alapban az öltözködés, hogy nem kell felvenni nagy kabát, az minden lengén lehet öltözni lazán, szép az idő, süt a nap, zöldek a fák. Szerintem ez minden emberben megvan ez a tudat alatti, hogy alapból jó kedvünk ezt. Mikor ő is kivirul, nem csak a fák, hanem ugye bár ő is. Ti is egyébként ezt tapasztaljátok a környezetetekben is? Igen, szerintem van ez az általános érvényű megállapítás, hogy ugye a téli időszakban az idő is komor és a kedvünk is komor, és ugye a nyáron mindenki felszabadul, jobb kedve lesz, vidám lett, és amúgy én ezt tapasztalom magamon is, hogy így van. Mondjuk én nagyon nem szeretem a hideget, és én telet nem szeretem, úgyhogy én nekem főleg vidámság ez az egész. Még meséljetek kicsit arról, hiszen beszéltünk a különböző utazásokról, kikapcsolódásról. Mi helyzet a szórakozással? Tehát azt ilyenkor szerintem mindenki egy kicsit, tehát így beindul, akár ezt is mondhatnám, főleg a fiatalok, és akkor aztán jönnek, mennek, ide-oda buliznak, itt-ott. Tehát gondolom ez rátok is igaz. Hát azért ez évközben is egy... egy jelentős egy, dolog, igen, tehát, hogy nem feltétlenül jelentős nyáron. Részét teszi ki a szabadidőmnek. De hát nyáron ugye nyilván más, mert hogy sokaknak nincsen edzés már, iskola, nem kell kelni, el lehet menni hétközben is nyugodt szívvel bulizni. És hát, ez szerintem minden az iskolától függ, meg a munkától. Tehát, hogy nincs kötöttség, és akkor ugye lazább az ember.
meg nyáron több is a lehetőség, szóval akár csak így egy buliba, vagy bárhova beülni, nyáron több hely nyitva van, több napon át nyitva vannak, meg ha csak tekintjük a fesztiválokat, szóval mind nyáron van, és tehát akkor van lehetőségünk elmenni oda fesztiválozni, vagy szórakozni. Vagy akár így koncertekre, ugye bár kikapcsolódni, ja, mert ezt is fontos megemlíteni, az még azért érdekelne, hogy mit javasoltok azoknak, akik esetleg kicsit ilyen zárkózottabbak, tehát olyan szempontból, hogy mondjuk otthon ülnek, és nem veszik észre a lehetőségeket, tehát nem veszik észre azt, hogy akár helyben is hová tudnak menni. Tehát mi mit gondoltok, mivel hogy ez egyébként így hosszú távon nem vezet jóra azért, tehát lehet mondani, nekik is kell a kikapcsolódás, tehát nekik mit javasoltok? Legyenek nyitottabbak. Lehet, hogy aki nem vesz észre, az nem is akarja észrevenni. Igen, nehéz egy ember. De sok ember van, akinek mondjuk felvetem a strandot, és ő konkrétan undorodik tőle, mert hogy ott sok az ember, meg hogy neki nem olyan a teste, hogy ő ezt annyira meg akarja mutatni, meg hogy koszos a víz, meg hát számtalan kifogás van. Aki meg hát úgy ül otthon, hogy ő elmenne valahova, de nincs kivel, vagy... Tehát szerintem nem tudom, tehát... Tehát lehet ezt egyébként... Menjen egyedül valahova. Fejben. Vegyen egy medencét magának. Nem tudom, szerintem aki így gondolkodik, azt nem is lehet megváltoztatni. Szóval lehet, hogy én tanácsolhatok akármit, nem, most azt vagy megfogadja, vagy nem. Én így gondolom, hogy nem nagyon lehet az embereket így. Ha valaki zárkózottabb és nem megy bulizni, akkor azt akárhogy rábeszél, nem fog menni. Volt már nektek olyan egyébként így a baráti körötökben, hogy valaki... Nem feltétlenül mindig olyan volt, de egyszer csak így, hát nem is tudom, tehát inkább ilyen nem is zárkózott lett, de hogy ilyen otthonülős, kicsit ilyen visszafogott, vagy kicsit lehet, hogy rossz kedvűbb, már hogy volt hasonló, és akkor nektek kellett kimozdítani őt otthonról? Mert szerintem ilyen már több mindenkivel lehetett, vagy kicsit talán, nem tudom, vagy a baráti körében valaki így otthon maradt, és akkor nincsen kedvem menni, nincsen, lehet, hogy valamilyen olyan sérelem érte, vagy bármi, és akkor nektek kellett kimozdítani otthonról. Most lehet noszogatni itt az embereket. Nyilván első lépés meg lehet tenni az érdekében, tehát, hogy meghívom valahova, vagy mondom neki, hogy menjünk már, de hogyha ő ezt utána ilyen kényszer dolog lesz az egészből, akárhova is legyen ez buli, strand, ilyesmik, akkor szerintem ez nem egy hosszú táv, vagyis nem is. Tehát, hogyha engem valahol... élvezni ezt a igen, dolgot, engem valahol rá kell venni arra, hogy menjek el, vagy erőszakolni, hogy menjek el, akkor én lehet, hogy nem fogom jól érezni. Mondjuk én nagyon közvetlen belők, tehát én nagyon ismerkedek mindenkivel, és nem is volt ilyen probléma soha, hogy engem meghívtak valahol, én oda mentem, hogyha volt időm, vagy el tudtam menni. Uh-huh. Amilyen. Nem tudom, nekem legalábbis, mert volt olyan egyébként, hogy nekem mondjuk nem volt kedvem elmenni egy valamilyen estre, vagy buliba, vagy bárhová, de már megígértem, és akkor hát nyilván akkor már nem akarok csalódást okozni, és nincsen kedvem elmenni, így indultam neki, majd a végén az egyik legjobban sikerült dolog lett, tehát ez egyébként már ugyebár többször előfordult. Na de hogy visszakanyarodjunk a nyára, és ténylegesen a nyári kikapcsolódásra, vakációra, mit terveztek az idei nyárra? Hát sajnos én nem tudok nagyon előre tervezni, mert nekem 2 hét múlva lesz egy lábműtétem, és ugye azt nem tudom, hogy mennyi lesz a lábadozási idő, meg hogy mennyi az az idő, amikor majd tényleg már rá tudok állni rendesen. Úgyhogy így most ilyen otthon ülős, pekvés dolog. Jobb időpontban nem is lehetett volna betenni. Akkor nyár közepére ez nem optimális. Hát csak az se lett volna jobb, hogyha iskola időben hiányzok 2,5 hónapot. Persze. Tényleg, de azért nyugtass meg minket, hogy minden rendben van egyébként, vagy rendben lesz. De amúgy tervez valamit, csak nem mondja. De vannak tervek, tehát például fesztiválra is szeretnénk menni, de az augusztus legvége, reméljük, hogy az már össze fog jönni. Meg ugye az iskolánkban mi szervezzük Annával a gólyatábort, az is tervben van. Vannak tervek, csak semmit nem tudok biztosra. VDT tábor, Városi Diáktanács táborba is szeretnék menni. Uh-huh. Tehát akkor lényegében sok lehetőség van. Van, csak hát minden helyzettől függ majd. Uh-huh. Kiderül. Anna? Nekem ugyanez ugye gólyatábor, Városi Diáktanáccsal, megyünk akkor a Zamárdi Fesztiválra. Meg hát a programokat úgy próbálom majd szervezni, hogy ne ütközzön azzal, hogy mikor lesz edzésünk, ugye, mert vagy nagyon munka? Fontos ott lenni. Ja, meg a munka, tényleg. Ki is ment a fejemből. Tehát azért fontos ezeket így összeegyeztetni neked.
Hát én, nekem most nyár elején, majd jön apa Ausztriából. Itt lesz egy kicsit, eltöltünk egy kis időt közösen. Utána belemegyek vissza, és akkor kezdek dolgozni. Majd egy ilyen, hát 3 hétig körülbelül. Utána visszajövök, és hogy megyünk-e még valahova a családdal, vagy nem lehet tudni. Nem szoktam egyébként, nem én tervezem ezeket meg, én csak sodródom az árral. De nekem maradnak a itteni bulik, a Tisza. Hát az nagyon szeretem. Tehát akkor lehet mondani azt, hogy lehet javasolni, és ugyebár mindenkinek, hogy keresse fel a vízpartot valamelyes, valamilyen úton, módon, akár tényleg biciklire ül, ha nem a legnagyobb melegben, és akkor nyilván azt is meg lehet próbálni, hogy akkor oda kitekerni, és akkor úgy megcsinálni, hogy lényegében az a kikapcsolódás meglegyen ilyen módon is, hogy oda megy a vízpartra, és akkor tényleg pihen egyet. Ti egyébként hogyan képzelitek el a legideálisabb nyarat? Tehát egy nyár, az nektek milyen? Amikor tényleg minden benne van, amit szeretnétek, és tényleg olyan, mint amilyennek azt elterveztétek, ha egyáltalán terveztétek. Minél több helyen lenni, és minél több tengerpart, vagy vízpartnál lenni. Uh-huh. Nekem ez. Hát amikor minden úgy terv szerint megy, szerintem mindenkinek körülbelül ugyanaz a elképzelés a nyárról. Szabadság, barátok, buli, vízpart, napsütés, gyönyörű idő, de hát ilyen úgyse lesz. Tehát, olyan, hogy... Szerint helyette lesz munka. Így munka, így van. Melegem lesz, megsülök, leégek, rám ég az atléta, tehát ilyenek, edzés. Nényes. Neked, Anna? Nekem is az edzés nélküli, munka nélküli, minden, csak így lenni a világba, és csak úgy... Tényleg csak ez úgy, a kikapcs. Igen, tehát kikapcs. Teljesen, így mindenkit így. Elhajítok magamtól, és most én is ilyen antiszociális leszek. Most ilyen antiszociális leszek, és magamba fordulok. Azért nem hiszem, hogy ez nektek bármi fog, de azért minden esetre fontos azt is szem előtt tartani, tényleg, hogyha már így a munkát is megemlítettük, hogy ezért azoknak, akik nyilván már dolgoznak, tehát azoknak a fiataloknak, ugye már fontos arra is odafigyelni, hogy ki is kapcsolódjanak mindemellett. Lehet, hogy nekik már nincsen iskola, de azért nyilván jár a 20x nap, mint szabadság, és akkor azt is a nyáron eltölteni, úgyhogy ez tényleg kikapcsolódás legyen, akár egy hosszabb út, vagy egy hétvége, vagy csak egy olyan délután, amikor tényleg csak sétálnak, vagy mennek valahová, hiszen az is nagyon fontos, hogy az ember kicsit, vagy az embert kicsit új impulzusok érjék, és akkor az is valamelyest feltöltsük őket, vagy éppenséggel egy jó könyvet elolvasni a napon, úgyhogy ne aludjon el, és ne süljön rá nyilván, tehát ezeket elkerülve, de azért fontos meglátni szerintem a mindennapokban azokat a lehetőségeket, amelyek kikapcsolódást nyújtanak, és nem csak nyáron, ez egyébként az egész évre érvényes. Én azt hiszem, nektek nagyon jó pihenést kívánok a nyárra, nagyon jó szórakozást, bulit, vagy mi egymást, amit szeretitek, vagy munkát, tehát majd mindenféleképpen számoljatok be erről is, és akkor várunk titeket vissza majd egy hónap múlva ide a stúdióba, ugyanúgy, ahogyan a kedves nézőket is. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok. Sziasztok!